És hát ez szimbolikus, és egyben nagyon szomorú, hogy itt az újonnan megalakult parlamentben az első interpellációmat pont egy olyan cinikus döntésükkel kapcsolatban kell feltegyem, mint amilyen az a döntés, hogy a kilakoltatási moratóriumot április 30-áig határozták csupán meg, mert önöknek csak a választásokig volt fontos az, hogy mi lesz az emberekkel, és most már nem érdekli önöket az, hogy mi lesz azzal a közel 100 000 emberrel, akit most már utcára tehetnek, és nem védi őket semmi. A mi dolgunk az a parlamentben, hogy az érintetteknek az ügyét idehozzuk, és az ő hangjukon szólaljunk meg a parlamentben. Ez az, amire a következő években használni fogjuk a parlament falai között ezt a platformot, hogy elmondjuk, mégis mi az a magyar valóság, amivel a legtöbb ember szembesül nap mint nap. Nagyon úgy tűnik a kormányzati cselekvésből, hogy önök ezzel nem szembesülnek. A bizonytalanság és a félelem most már mindenhol megjelenik, és szeretnénk, hogyha itt és most az országgyűlésben válaszolnának azoknak az embereknek, akik kilakoltatás előtt állnak, mit tesznek az ő megmentésük érdekében. Csak remélni tudjuk, hogy nem egy hasonló cinikus döntést fognak hozni. A kőbányai Bihari utcában egy olyan épületet ítélt a fideszes vezetés lebontásra, melynek a felújítására korábban 700 millió forintot fordítottak, ráadásul az ott lakók egyébként minden megtakarításukat arra fordították, hogy ezt a szociális bérlakás tömböt egyébként jó állapotban tartsák, a számlájukat mindig időben megfizették, és higgyék el, én magam is nagyon sokat voltam ott, sokat találkoztunk velük, és figyelemfelhívó akciókat szerveztek ők maguk is, civil szervezetek, és egyébként mi is. És minden propaganda lejáratással szemben tisztességes emberekről van szó, olyan kisgyermekes családokról és beteg emberekről, akik most kilakoltatás előtt állnak. A 700 milliós felújítás után pedig a fideszes önkormányzat azt állapította meg, hogy a ház életveszélyes, azóta egyébként ezt elhárították, az épület jelenleg egyébként felújításra vár, és így akarják a lakókat kilakoltatni elhelyezés nélkül. Mi benyújtottunk határozati javaslatot magához, az önkormányzathoz is, de természetesen ott süket fülekre talált ez az egész ügy, és az önkormányzat nem vállalta, hogy cserelakást biztosít ezeknek az embereknek, pedig ők nem hibáztak semmiben, csak a lakhatási jogukkal próbáltak megélni. Egyébként az, amit önök nem raktak be az alaptörvénybe, mint alapvető jog. Tehát arra várom a válaszukat, hogy tudják-e a Bihari utcai lakóknak biztosítani, hogy nem veszítik el a lakhatásukat, tudják-e vállalni a felelősséget azért, hogy a már elindított kilakoltatásokat felfüggesztik, és tudnak-e arra választ adni neki, hogy meg lesz az a kormányzati akarat, amivel megfelelő elhelyezést biztosítanak ezeknek az embereknek a számára. Várom válaszukat.